Srácok, ez már a 41. adás, amióta kint van a Next Gen Updates. Továbbra is Skellige-n vagyunk. Továbbra sem haladtunk a főküldetéssel. És még mindig Skellige kérdőjeleit pusztítjuk, tüntetjük el szépen lassan. A legutóbbi streamben speakerugot maxoltuk ki, már amennyire tudtuk. És ezzel felfedtük az utolsó kérdőjelek helyét is, hogy mégis hova és mit kell, hova kell mennünk és mit kell csinálnunk. A Griff kard az még nem lett meg, a Griff acél kard. Az ez is már megvan, de az acél kard olyan helyen van, ahová majd most fogunk menni. Úgyhogy remélem, hogy azért a mostani streamben jut idő arra, hogy azt megcsináljuk. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Az ezt találtam velemben, az egy olyan, mint egy Budapesten hallottam csoport? Igen, igen. Az az lesz. Az az lesz. Na, tehát a mostani terv az az. Legutóbb abba a problémába ütköztem, hogy elkezdtem ezt a tomboló ököl Skellige küldit folytatni. És ide küldenek, hogy legyőzzem Einárt. Einár legyőzése után azt mondják, hogy harcoljak Olaffal, aki itt van. Viszont, hogyha azt a küldit megkapom, hogy harcoljak Olaffal, akkor az Olaf küldiét, amit akkor lehetne fölvenni, mielőtt még harcolhatnék vele, nem tudom elkezdeni. Tehát a mostani feladatunk, hogy elmenjünk oda, és fölvegyük Olaf küldiét, ami az Iron Maiden nevet viseli. Úgyhogy most az a terv, hogy oda megyünk. És ha jól emlékszem, van küldetésünk amúgy. Van egy hősök hajszája. Jó, szerencsére a királyhúzás az nem oda tart. Akkor úgy néz ki, hogy ami minket oda küld, az a Griff iskola felszerelés fejlesztési tervrajzok 3. Jó. És mivel azon a szigeten nem jártunk, ezért oda fogunk hajózni. És ahogy látom, azon a szigeten van egy-két küldetés. Jó. Nézzük meg, hogy ezeket hogy kell megcsinálni. Közben útnak indulunk. Remélem, hogy jól értettem a leírást. Nézzük csak, van-e útközben kérdőjel? Hát egy. Kettő. Kettő. Én is mindig így ugrok be a csónakba a balcsin. Most nagyon illene megcsinálni ezeket a kérdőjeleket, de nem. Először valami izgalmasat akarok csinálni, aztán, hogyha már láttatok izgalmasat, utána jöhetnek az unalmas dolgok is. Bár már az is elég unalmas, hogy itt hajózunk. De hát tartom magam ahhoz, hogy legalább egyszer, legalább az elején hajózzunk el arra bizonyos szigetre. Nem mindig csak a fast travel-t használjuk. Üdvít srácok közben.
még 250 lépés. Mondtam már nektek, hogy érdemes holnapra trófeákat gyűjteni, tartalékolni, mert menő játékok lesznek. Menő játékok lesznek majd a Vampire Survival az alatt kisorsolva. Ha nem, akkor most mondom. Nem rémlik, hogy mondtad volna, de lehet nem figyelt. Hát... az lehet, hogy nem figyeltél, Szemánc, mert a kardok elrejtését is már streamekkel ezelőtt megcsináltam. Kardok csak akkor látszódnak, a piros kardok csak akkor látszódnak, hogyha harc közben vagyunk, egyébként nem látszódik. Ugye úgy van, úgy csinálták meg így alapból a játékban. Nekem meg az elég. Már így is jelentősen csökkent, vagy mondhatni el is tűnt a miért piros a kardod kérdések mennyisége. A kocsiban néző setupomról, barátomat vittem koráncba aznap, és amíg műtették, kint vártam a kocsiba, szerencsére a műtét jól sikerült, és mindenki jól van, de ezért is voltam kicsit kevésbé mostanában jelent. Az egészség az első. Neutron. Úgyhogy minden jót barátodnak. Pedig kíváncsi lettem volna, mennyi idő alatt ég bele a képernyőbe. Na még 2000 lépés. Útközben sajnos nem sok minden van. De olyat tudunk csinálni, hogy azt meglátogatjuk. Figyelj meg Erát! De senki nem mondta, hogy kormányuród elhagyása, hanem spameltem az X-et, mint valami hülye. Na már csak 1500 lépés. Jó gyorsan haladunk. Kert roldám. Bolond szirének srácok elhiszik, hogy meg tudnak minket támadni. Utol se tudnak minket érni. Gerált úgy nyomja, mint hogyha ez valami motorcsónak lenne. Na, már csak 900 lépés. Pikpakot leszünk. Még egyszer elolvasom a küldit, mit írnak. Gerált tud közbelülni, váó.
Jó, tehát oké, és jók leszünk ezzel az Iron Maiden questtel. Oké, azt néztem meg közben. Realisztikus lenne a hajózás, sose jön. Hát nem is jó, hogyha egy játék nagyon realisztikus akar lenni. Na még 300. Szóval Turin írta a munkási módot 6 perce, 6 perc alatt ideértünk. Hát még hogyha RTX lenne, milyen szépen néz neki. Nyolcvan nap alatt ez kerige körül. Foggal, mi? Mi foggal? Speakerú készlet? Még kettő küldi van. Viszont ahhoz még más küldiket előtte meg kell csináljak. Úgyhogy hát jelen helyzetben kész van. Hát jelenleg minden meg van csinálva rajta, amit meg lehet. De ha előrébb haladunk egy-két küldivel, akkor újra lesz mit tennünk. Hát Willy foggal. Hát már nincs meg annyira sajnos. Na, elkezdett esni az eső, végre valami változatosság. Skellige szigetek, Unskelling. Azt nézem amúgy, hogy itt is meg lehetne állnunk. És meg is állunk. Szeneköble. Mit mondanak erről a szeneköbléről? Három ember öltövel ezelőtt ez az öböl a fiatalság népszerű találkahelye volt. Aztán egy ilyen szörnyű vihar kerekedett, a tenger kicsapott a partra. Ennyelve több enyelgőt, és elragadva őket a halálos mélyben. Ennyelve több enyelgőt. De szép ez a magyar nyelv. Olyan szépen néz ki ez az Irden. Harpies got their nest here. Olyan mondod, Geralt? Gyomlálás! Achievement!
Azt mit tud ez a gyomlálás? Pusztíts el minden szörnyfészket a Velen Novigrad régióban, vagy Skelligén. Mármint, hogy akarja mondani az achievement és Skelligén. Wow! Köszi, köszi. Ha ügyes vagyok, akkor egyetlen egy achievement maradt hátra. Az pedig nem más, mint az, hogy játsszuk végig a játékot halál futam nehézségen. Gyere, gyere le szépen. Szia, Pityikám! Ja, lehet leboxolod? Jól van. Kötve hiszem egyébként, hogy jól csináltam volna a dolgokat. Tehát majd meglátjuk. Nyomok egy F-et gyorsan. Új küldetés, a semmiből jött torony. Az gond. Mert hogy ezt a küldit nem itt kéne felvennünk. Jól éreztem, hogy mentenem kell, srácok. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Jól éreztem. Minden játékban utálom a szárnyas elemeket, főleg a Witcher 3-ban és a Horizon-ban. Igen? Nekem nincs bajom velük. Legalábbis még. Banditákok. A galambokat... Én addig szeretem a galambokat, ameddig nem jönnek a közelembe. Azt mondod, Skelligen? Ezt is megcsináljuk majd most parfüm kollektor. Ezt a semmiből jött tornyot. A medvével vagy így, ahogy én a galamb. Talán jó lenne itt körülnézni. Kiváló acélkard. Egy újabb pipát gyűjtöttünk össze. Lemegyünk a városba. Oda. A kikötőbe pontosabban. Nézd meg, Kyklops!
Szépen lassan minden meg lesz, simogatja az OCD-met ez a progress. Ez biztos ki is fog elégíteni ilyen... ilyen haladással. De mutatok egy kis fájdalmat. Nézd, ott egy piros. Jó. Ott volt egy félelt task. Hát, hogy egy félelt task, meg annyi elkészült, tehát, hogy meg annyi megcsinált küldetés, és egy félelt task. Egyetlen egy. Game restart! Az nem piros, csak másképp zöld. Jaj, hagyjuk már, hát mindenki ezt csinálja. Nagyon jó. Egyik csatánabbal a másikba jöttünk. Az a gond, hogy már... visszamentem volna megcsinálni azt a küldit, csak akkor konkrétan kiesett volna a kettő Witcher stream, mire észrevettem, hogy az ott félállt. Meg annál a küldénél nem is voltam olyan figyelmes, mivel azt tavaly csináltuk. És így már tudtam, hogy mi fog történni, és csak mi hamarabb túl akartam le. Jó, nem, ez nem igaz, nem tudtam, hogy mi fog történni, mert direkt a másik oldalt csináltam meg. Szóval igazából az előző végigjátszásnál meg lehet nézni, hogy pontosan mi történne. Úgyhogy ezért is nem zavar a dolog, mert hogy konkrétan nemrég csináltuk meg azt a küldet. De ettől még zavaró. Ez csak egy torony. Nézd, egy Witcher! Hey, Witcher! Beszélj a faluberiekkel. Na ez az, ami nekünk kell. Jó, és akkor hol tudjuk felvenni ezt? Jó. És keresnem kell egy képet arról, hogy meg van csinálva. Meditálnom kell. Hallod ezt a hangot? Freya csikorgatja a fogát. Haha. Mert hogy érik a háború, ideje megjelezni a kardokat. Most, hogy Bran halott, kivezet benneteket. Nem kell ahhoz, király, hogy seberúgjunk a feketéket. Minek várjunk vele? Lazíts egy keveset, játsz velem egy kis gwintet! Kovács mesterség elég fárasztó, kell egy kis szünet. Ilyen is talán, játszunk egy-két parti gwintet. Szörnyek ellenfél. Hát eddig borzalmas. Szörnyű ez a kéz. Nem tudom, hogy fogunk egyáltalán nyerni, srácok. Akkor már inkább ezt a Gunterodimot kellett volna kivenni. Jó, lerakjuk. Mert ugye ez konkrétan a kézből pakolja le, ez nem egy jó dolog. Meg lehet az övés ilyen rossz? Ez mondjuk igaz, Predrog. Most konkrétan nincs semmi a kezünkben.
Na végre! Van elcenk, neki is van. Lerakjuk Sirit. És ő ugyan hozza magával Kaszegát. Most ugye nem tudom még mit kéne lerakni. Milyen aranyos az a nekkár. Hát mosogja passzolni. Meg is értem. Meg mi is most passzolunk. Az a gond, hogy nincs semmink. Ellenfelet passzolt. Na hát akkor mondom a tervet. Lekérjük a hetest. Lerakjuk. Lerakjuk a tízesünket. Nagyon jó, nagyon jó. És őt úgy is vissza tudjuk hozni. Ja, hát a legerősebb marad. Nem baj. Ha heteseket rak le, azt el tudjuk égetni. Csak ne legyen parancsnoki kürtje, vagy valami ilyesmi. Jó. Ha lehívom, akkor égetni fog, ez biztos. De így is égetett, de akkor is még vissza tudjuk hívni. Na nézzük, mit lép erre. Még mindig égethet. Nagyon jó, erre játszottunk amúgy. Ez mondjuk elég nagy szívás. Ellenfelet passzolt, semmi gond, de egy tízes le tudunk hívni. Jó. Saved. Igazából feladjuk. Jó. Szar volt a kéz, de nyertünk. Hát ő nem, nem, tehát ő már nem ad semmit. Azt kéne megtudnunk, hogy az utolsó lapokat, azokat vennünk kéne. Bár tök mindegy, mert így is legalább, hogyha mindenkivel játszok, elmondhatom azt, hogy mindenkivel játszottam még akkor is, hogyha nem kellett. Mi? Elfogyott a pénze? Szegény.
Jó. Farewell. Kovácsot meglátogattuk. Ez volt az egyik. Nedvesebb lettem, mint a kis macskám. Micsoda? Mit mondott a kis csaj? Greetings. If you're in need of a weapon, I'd be glad to forge something for you. Nincs az, ha elmész Festival el és visszajön, akkor újra van pénze. Itt az úgy van, hogy várnod kell 5 napot, és akkor tölti újra a készletét. De nem biztos, hogy mindegyik. Amúgy lehet, hogy mindegyik. Ilyet én is naponta szoktam hallani. Nézzük, menjünk a Gwint. Menjünk a Gwint. Kell ez a 20 arany. Egyelőre jónak tűnik ez a kéz. Álca még jöhetnám. Mondjuk ez is nagyon jó. Gaunt Erodimat is lecseréljük. Nem tudom mire cseréltem le, de biztos jó lesz. Addig jó, ameddig nem keszeget húzzuk. Ellenfelet passzolt. Nem. Ez nem ilyen egyszerű, haver. Ez nem ilyen egyszerű. Jó? Érted, ellenfeled passzolt. Ellenfeled noob, mondhatta volna azt is. Hát ennek mi értelme volt? Meg semmi értelme nem volt. Ja, nem is akart játszani ellenfelünk. Haver, mi az a 10-es kártya? Mi az a 10-es kártya? Perzselés. Nem várunk azzal a perzseléssel. Névgárdi az ellenfelünk, tehát biztos van álcája. Vagy mi az? What? Hello. Hülye. De. Lerakja a Tibi kártyát, nagyon jó. Há, András, köszi szépen a 16 hónapot. Üdv újra itt köztünk, srácok, peregjenek a szegek Andrásnak. Hey! Na figyelj, ilyen nekem is van, figyelj, hopp. Hey na. Nem jó, ki kell játszani. Ki kell játszani ezt a kártyát, nem akarom, de mégis ki kell. Akkor fölveszi. Fölveszi és elkezdi a playeket. Na mit szóltok? YOLO? Menjen a YOLO? YOLO plays. YOLO plays. Lehet, hogy nincs is nála olyan kártya. YOLO. Nem is volt nála olyan kártya. Ellenfeled passzolt. Húztunk egy keszeget, borzalmas. Na most a jó, ne hagyd abba. Kicsapjuk a Cirillát. Hát Cirilla, hopp, ott is van. Tessék. Köszi szépen a pergetéseket, srácok. Ez nagyon fura volt, hogy passzolt már az elején.
Tetszik, hogy hogy ki vannak állítva a páncélok. Nagyon király. Köszi, köszi. Lássuk a kínálatot. Át akart verni, el akarta hitetni, hogy béna. De nem jött össze. Jó. Abba bízom. Abba bízom, hogy itt a kocsmárostól tudom majd venni valamit. Szervusz idegen, igyál egyet velünk. Volna kedved egy kártyapartihoz? Ó, igen. Take care. Na mutassák? Mit mond a kis könyv? Hat. Basszus, azt hittem, hogy több. Hat lap kell. Greetings, stranger. Have a drink with us. Mehet még egy gwintezés. Up for a few rounds of gwent. Északi királyság, ez megint egy, lehet, hogy egy hosszú mérkőzés. Dermesztő fagy jöhet. Ott a Geralt, Keszeget eltesszük, Gunther Odimot szintén eltesszük. Szintén nem egy jó kéz. Nézd, én is leteszem a Keszeg kártyát, csak jön vele Geraltó is. Na, adjad a tálert. Ellenfeled passzolt? Jó, mivel passzolt... Az a gond, van orvosa is biztos. Vissza tudja majd hozni tálert. Na, kezdünk egy ilyen gyengusszal. Az a gond, hogy ezzel a faggyal magamat fogom megszivatni. Most kéne tálert, elvenni. Gyorsan. Hát srácok, hol volt az agyam? Megvan. Megduplázza az ostrom egységeit. Nagyon durva lesz akkor. Ja, így legalább nem ő hívta vissza Tálert. Elég kemény az a 12-es. Hopp, mondom. Nem tudja szerencsére a tűzskorpiomat leégetni. Ezt így lehet, hogy nyerni fogja. Na hát most már kettőt tudnék égetni nála. Hármat.
Szerintem elfogyott. Valószínűleg ő is tud amúgy perzsálni. Úgyhogy kifárasztásra játszunk. Ha perzselünk, az 28-al kevesebb értéket ad neki. Pontosabban nem, mert hogy 44-el. Aha, akkor nem rakjuk le a 10-est. Akkor játszunk a nullással. Én azt mondom, hogy meggyolózom, hogy elszórom ezeket az orvoslapokat, és ő meg elpasszol. Két lapja maradt, mindkettő, vagy egy felhőszakadás, vagy egy felperzselés. Mindenféleképpen hátrányos helyzetbe hozta volna őt. De így szerencsére, mivel ügyesen játszottunk, legyőztük. Repked valami bogár. Nem figyeltem, jött-e valami lap, szerintem amúgy nem. Take care. Szerintem nem jött. Ja, nem jött. Ja, köszi parfüm kollektor. Menjetek már onnan! Na, ha már itt amúgy ennyire elhúztuk az időt, megcsináljuk a pallósokat, mit szóltak. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Megcsináljuk az új griffballosokat. Kár, hogy ilyen rossz idő van. Sokkal jobb. Na. A mostani kardunk ilyen. Ilyen griffes gombbal. Ilyen keresztvassal, ez ugye az ezüst kard. Ilyen kis egyszerű. Paypal! Ez pedig az acélkardunk. Ez pedig ilyen. Geralt, good of you. Na, készíts nekem a páncélt. Need some. És akkor azt mondjuk neki, nem is ő kell nekünk. Nekünk egy, nem egy páncélkovács kell, hanem egy olyan kovács, aki kardot kovácsol. Szerintem úgy pont azon a, azon a részen volt, ahonnan jöttünk, a szigeten. Ahonnan eljöttünk, nem? His long search for Ciri led Geralt to conclude the ugliest man alive, the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Amúgy, hát Hathori, Hathori tudná besegíteni. Ha ő nem tud, akkor majd Hathori. Show me what. Ja, ja.
A Novigrádi. Jól van. Akkor Hattorihoz elmegyünk. Jajam, hát arra fele már mindent megcsináltunk. Egy-két főküldetést, jövőbeni főküldetést leszámítva. Na. Befutunk, és akkor gyorsan. Fejlesztünk. Meg ha már ott vagyunk, akkor lecraftoljuk a számszeriat. Ha minden igaz, csak egyetlen egy számszeri van, ami ilyen vicseres, az pedig a medve. Butcher of question mark. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Szeretném, ha elkészítenél valamit nekem. Listen, would you craft something for me? Na. Acél griff card kiváló, és készítenünk kell vele sötét acélrudat. Azt mondja, hogy összetesőtni. Azt kell nekünk? Sötét acélrud. Nem akarunk vásárolni, elkészíteni. Ha. Most kenyérpuska is van? Azt nem tudom. Ja, tényleg van. Van másmilyen is amúgy? De az inventory-be egy keresőrendszert nagyon adnék. Lehet moddal már csináltak ilyet. Ó, három kell. Na ez nekünk 63-ba került. Aztán már meg is tudjuk csinálni. 871-be kerül. És amúgy az ezüst griff karthoz is megvannak az összetevők, csak még lecraftolni hülyeség lenne. Páncéltörő, támadás ereje, adrenalin növelése, bónusz tapasztalati pont szörnyekért. Viasz. Adjad. Valószínűleg amúgy majd lesz jobb, de hát legyen már mindenünk. So long. Ilyen menő. Most ideálltok a fényre, hogy megmutassam nektek, miben jobb, de igazából csak annyi, hogy itt a markolatán lett ez a cucc vastagabb. Jobban rá lehet markolni. De hogy így másban nagyon nem változott, srácok, a kard. Ja, erősebb lett. Jó lett az új szett, ugye? Ja, hogy te arra gondolsz, ami az új macskaszett. Na, abból még csak az alap van meg. De majd azt is fel akarom húzni. Nekem sajnos ez a varázslós build, ez az annyira nem jó. Nem hasznos, de amúgy király.
Hát sebzésben nem sokkal jobb, bár a támadás erején növel. Bónusz tapasztalati pont szörnyekért. Ez akkor is megy, hogyha nem a nyílpuskával ölök amúgy? Na ott van. Szerintem ilyen nem még sose volt. Jól van. Mentünk. És akkor... Jók vagyunk. Jók vagyunk, srácok. Jó, menjünk. Haladjunk tovább. Az biztos élelény, hogy nekem nem volt ilyenem. Úgyhogy ez nekem új, hogy van ilyen Witcher-i puska. Valószínűleg már voltam úgy korábban is a játékban. Na. Ott adunk a küldékkel? Ja, igen. Skelligel. Nekem sem volt soha elég haszontalan az eset a 99%-ában. Ja, hogy te izé, az lehet, hogy igen, lehet, hogy nem az a szörnyek XP-je. Aha. Ja, ez egy jó kérdés. Hogy ez most így passzív megy, vagy hogy van. Na, kaptunk itt egy küldit. Méghozzá semmiből jött tornyot. Ez egy 30-as küldi. A szél és eső verte Geralt, egy faluba vetődött. Az Enskelig partján. Az ítéletidő, mint kiderült, azóta tombol, mióta egy reggelen, akárha, láthatatlan óriás kéz mozgatná, megjelent a titokzatos torony. Geraltban felé lett a kíváncsiság, úgy döntött, utána néz a dolognak. Ezt fogjuk most csinálni. Aha, ott van. Nem írnak semmi extrát, ilyen érdekességet, úgyhogy megyünk, aztán csináljuk. Jó. Beszélj a faluberiákkal. Mi az? Van egy munkám a számodra, de nem érdemes itt állni az esőben. Menjünk be hozzám, ott beszéljünk. Szia, Potas. Szevasztok, skacok. Miről lenne szó? Látod azt a dombot a falon túl? Semmi sem volt rajta évszázadokon át. Még egy reggel felébredtünk és bum, ott állt a tetején a torony. Aztán hirtelen villámlani kezdett, mintha maga a Naglfar hajózott volna be. Máig se hagyta abba. Valamit tenni kell a viharral. Ilyen hullámok mellett sem halászni, sem fosztogatni, indulni nem tudunk. Próbáltatok belépni a toronyba? Hogy próbáltunk-e? Még azon a reggel, hogy a torony megjelent. Azonnal oda mentünk, majdnem az egész falu. Népek üdvözölni akarták a lakóját, ha békébe jött. Vagy előzni, ha a rossz szándékkal. Kopogtatunk és dörövöltünk, de semmi válasz, úgyhogy benyitottunk. Akkor kezdett el remegni a lábunk. Miért? Mert az ajtó mögött valami olyan volt, mint a vízfelszín, de függőlegesen állt. Sose láttam ilyesmit egész életemben. A druida azt mondta, mágia. Összeszedtünk 5 bátor legényt és ők bementek. Azóta sem láttuk őket. Jól van, utána nézek. Ha majd bent leszel, nézz körül a falunk beliek után. A druidánk és 500 szép legény. Nagy kell lenne, ha elvesztenénk őket. Szavamat adom. Hemdal vezessen utadon.
Nem rémlik ez a küldetés, srácok. Annyit mondhatok. Most van 18.41, úgyhogy kicsit meditálunk. Jó. Sajnos, aki nem bírja megállni, hogy ne spoilerezzen, az ilyen bannokat kap itt a csatornán. Úgyhogy sajnálom. Jobb esetben time out-ot. Egy pár heteset. Mert ez azt jelenti, hogy nem olvast el a csatorna szabályzatát, nem olvast el a címkéket, amiket odaírtam a stream címe alá. Na mondjad, élőlény. Emlékszel a hatodik veszélyre? Az két testvér, az a két testvér ott van a kikötőben és hallottad a beszélgetésüket. Igen? Nem, már nincs meg. Már nincs meg, de mindjárt visszamegyünk. Ezután a quest után. Take it easy. Na! Srácok, bebugolt a lovam. Na végre. Nem akart leszállni. Ja, emlékszem, ott valami menekülő? Nem emlékszem. Azt hittem, hogy emlékszem, de mégse. Attól is persze. Én nem ismerem ezt a játékot, vagy nem spoiler ezek, amúgy sincs kedvem annyit gépelni. Na tessék. Halló! Tehát el akarom nyomni a pajzsot, erre leugrik Geralt. Ó, lehet fölfele is menni. Aha, nem lehet fölfele menni. Egy portál, bassza meg! Remek, a portál zárva. Kívülről kisebbnek tűnik. Szüntesd be a behatolást, távozz azonnal. Felszólítása történő távozás megtagadása. Behatoló semlegesítése folyamatban. Azért is van a no spoiler tag, hogy nektek ne ronts el az élményt, nekem nagy valószínűséggel nem rontja el, de én sem játszottam ugye minden küldit, meg nem nyomtam mindenféle verzióba végig, úgyhogy nekem is tartogat meglepetést, hiába játszottam már végig egyszer. Emlékeim szerint ez a gólem, ez, vagy legalábbis amikor így a játék vége fele találkoztam gólemmel, az nagyon nehéz volt. Hát látjátok, így nem volt probléma. Így nem volt probléma. Hopp, kaptunk egy számszer ilyet.
itt vagyok, Ben. Várjál csak. A Golem valószínűleg őket is üdvözöltem. Végre valaki jött, hogy megmentsen, ráadásul egy híres Witcher. Az isteneknek hála. Átkozott szerencsém van, hogy éppen Kovirban vagy. Tancred király küldött, vagy a varázsló közösség. Egyik sem, és nem Kovirban vagyunk, hanem Skellige-n. A helyek béreltek fel, a tornyod elég nagy viart kavart a szigetükön. Skellige-n, hát akkor teleportáltunk? Ó, ez sokkal rosszabb, mint amire számítottam. Üzelementen nagyon szivatos? Nekem az volt a szivatos, tudod, amikor volt két oszlop, az a sajtos, vagy nem is tudom milyen quest. Azt hiszem sajtos volt. Egy ilyen leégett birtok, portál, átvegyünk portállal, és akkor a végén ilyen gólemmel kell harcolni. És két oszlop van, amit egyiket se szabad, hogy kidöntsön. Az nekem az kihívás volt. Nem azért, mert nehéz volt megölni az elementált, hanem azért, mert nem akartam, hogy ugye az oszlopokat tenkre tegyem. Mi folyik itt? A tornyot ellátták defenzív regulációs mágiával. Hogy micsoda? Védelmi rendszer. Mágikus. Ez biztosítja, hogy a tornyot csak a tulajdonosa használassa. A behatoló tészlen lezárja a szobákat és letiltja a hozzáférést. És mint hogy egyikünk sem a torony tulajdonosa, akkor nem megtámadott, te pedig rács mögé kerültél. Hogyan kerülhetjük el a többi bájos funkciót? Deaktiválnunk kell a defenzív regulációs mágiát. A torony előző tulajdonosa írt egy értekezést az ilyen védelem feloldásáról. Gottfried omnipotens grimoárja. Lennie kell egy példának a toronyban. Keresd meg, kérlek. Ha az megvan, megkerülhetjük a biztonsági rendszert. Téged hazaküldhetünk, a tornyot pedig vissza a Kovirba. Néhány Skellige járt itt előttem. Előttem. Néhány nappal ezelőtt jöttek be. Meglepődtem az öltözetük láttán, de ezenbe se jutott, hogy Skellige-n lehetünk. Csak maroknyian voltak, egy droida vezetésével. A torony figyelmeztette őket, de ők nem fogadták meg a tanácsot. Skellige népe többé csak kineveti a figyelmeztetéseket. Ha a torony szépen kérte volna, aztán egy kupa sört kínál, akkor talán elmentek volna. A torony magától jött ide? Ez defenzív regulációs mágia. Megpróbáltam hozzáférni. Azt hiszem hibáztam és elindítottam egy kiürítési eljárást. Ami portát nyitott és eldobott Skellige-re. Ez pedig természetesen elektromágneses zavarokat okozott. Ezért a vihar. A vihar, amit megígértem, hogy megszüntetek. Akkor meg kell keresned Gottfried omnipotens grimoáriát. Ki vagy te? Szigóvunc, mágus és varázsló, pont Vanis udvarából. Úgy volt, hogy a torony lesz az új otthonom. Egy árverésen vettem, tudod. Egy tornyot? Árverésen? Gottfried Stanfeld tulajdona volt. Egy ismert mágusé. Amikor elhunyt, az örökösök elárverezték az ingatlan. Nagyon óvatosak voltak. Féltek. Egyik sem merte megnézni, hogy Gottfried bácsi mit tartott a színes üvegekben. Hát, ha a tartalmuk volt, amitől elvezette a szaglását és a bal szemét. Az egész tornyot teljes tartalmával árverésre bocsátották, verhetetlen áron, aminek nem tudtam ellenállni. Megkeresem Gottfried értekezését. A könyvtár lenne a logikus kiindulópont. A kulcs a laboratóriumban lesz. Az hol van? Ha belépsz a szemközti szobában, a labor balra van, a könyvtár egyenesen. De vigyázz, behatoló vagy. A torony biztosan megpróbál megállítani, de legalábbis megnehezíti a dolgot. Meglátjuk, ki adja belőbb a derekát.
barrier. Colum probably greeted them too. Colum probably greeted them too. Micsoda lootok vannak itt. Fluidium ellenintézkedés folyamatban. Hogy mi? Parancsolsz? Hogy mi? Ez ki volt? Geralt, te voltál? Hát ez itt egyelőre nem nyílt ki. Az ott nem tudom mit csinál. A szférák együttállása. Amikor a szféra karcolóik együtt állnak. Mindig van a háttérben meghúzódó Sidious-szál. Behatoló a laborba, vadállók teleportálása folyamatban. Gyertek! 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 Ketrecek nyitva, a vadállatok kiengedve. Micsoda még? Ez mi? Ó, egy farkas ember! Gyere, farkas ember! Már értem, hogy ez a quest miért 30-as. Ömlesztés leállítva, nincs elegendő erőforrás a folytatáshoz. És jött egy tehén is! Darabokra szaggatva. Ja, kaptunk egy tehenet. De ő nem harcolt ellenünk. A tehén lesz az imposztor. Életnedv konkrétan. Könyvtár kulcsam. Szegény tején. Hát ő most itt meg fog halni. Ja, hogy ez lenne a könyvtár, aha. Behatoló a könyvtárban. A gyűjtemény integritása veszélyben. Csoda a kovíri varázslók között. Kicsoda a kovíri varázslók között. I'll
Alchemia háztartási dilemmákhoz, harmadik kötet. Így van, a tehén az lila, igen, igen. Alkalmazott golemancia. Jött utánunk a tehén? Fátyol mögött. Új bejegyzés a bestiáriumban. A külső szférákban élő számos közül a furdaló az egyik legveszedelmesebb. Más démonnak általában valamilyen meghatározott élő alakot kell magára öltenie, legyen az ember vagy állat. A furdalók viszont a maguk anyagtalan alakjában jelennek meg a világunkban, ami választott áldozatukon kívül mindenki más számára láthatatlan. A furdalók a félelemből, a megbánásból, a bűntudatból, egy szóval a negatív érzelmekből élnek. És mivel örökké éhesek, ezért ilyen érzelmeket váltanak ki azokból az emberekből, akiket gyötörnek. Ezeket a démonokat nem lehet elűzni. Aki a furdaló áldozata lesz, az elveszett és elkerülhetetlenül megtébolyodik, majd meghal. Hát ez ugye előző streamben ezt csináltuk. Úgy tűnik megfulladt. Szörnyű halál. Geomantikus vonalak metszete. Nem ezt keresem. Igen, erre Geralt rácáfolt. Jó, az már volt. Ez is volt, ugye? Alkalmazott golemancia. Hopp, az ott az. Gottfried Omnipotens Grimoire-ja. A defenzív regulációs magikon. Másképpen DRM a legtartósabb, legnehezebben feltörhető védelmi eszközök fentebb említett csoportjába tartozik. Mi a fene? Ez már most látom, hogy ez egy vicces küldi. Tehát Gottfried Omnipotens Grimoire-ja, GOG. És a könyv a GOG.com konkrétan. A Good Old Games. Ez az ő platformjuk, ugye? De menő. A közeledők azonosítása egy portál segítségével történik, mely az oltalmazandó terület bejáratánál működik, és az érkező testén átküldött energiaképetek visszaverődései alapján egy szemvillanás alatt megállapítja, hogy az illető testi valójában a szemgolyó felépítését is ideértve, azonosan a belépéssel jugosolt személlyel. A rendszert kijátszani a fentiekből következően csak váltányoknak van esélyük. A DRM mindezek okán roppant hatékony, s majdnem hogy leküzdhetetlen védelmi eszköz. Te azonban szerencsésnek mondhatod magad, hisz kezedben a megoldás, nevezetesen a fóliás Gottfried Omnipotens Grimoire-ja, röviden a GOG. Lapjain számos módozatot találsz a DRM kiiktatására, vagy ami még jobb, a megkerülésére. De jó! Damn tower wants to gas me. Ez tök jó volt. Nagyon jó ez a Witcher. Ennyi easter egg-gel. Find the tomb. Megvan. This it. It is indeed. Most állj hátrébb kicsit, deaktiválnom kell a korlátot. Izolációs kamra kinyitva. Szabadság zavaró jelei. Végre itt vagyunk.
Könnyűnek tűnt. A neheze még hátra van. El kell érnünk a torony szívét, és el kell mondani a deaktivációs varázslatot. A torony minden tőle teletőt megtesz majd, hogy megállítson. Fel kell készülnöm. Ennyi. Jaj. Ready? Can we go? Mehetünk. Lead the way. Meg kell jutnunk a központi terembe, hogy kikapcsolassuk a biztonsági rendszert. Defenzív regulációs mágia nem fogja hagyni, hogy légy résen. Beatoló észlelve. Közvetlen veszély a vezélésben. Azonnali beavatkozás szükséges. Föld elementál! Wow! Gyorsan körülnézünk. A lófütyülő. Ó, egy Maugrim. Azt írják egyébként, hogy itt érdemes először körülnézni. Aztán beszélni velem. Gottfried értekezése nagyon hasznosnak bizonyult. Vége van. Ha nem jöttél volna, még mindig abban a ketrencbe ülnék. Csak egy kis csekkéség, de fogadd el, kérlek. Állami eléjéül. Köszönöm, de sokkal elégedettebb lennék, ha lecsendesítenéd a vihart és elvinnéd a tornyot máshová. Tekintsd elintézetnek, és ha bármikor kovérban jársz, nézd be, pont van izba. Már mit csinálsz? Nézd meg, elteleportál minket. Not this way, the door. Holt penge. Ugye ez aztán égi háború, gondolod, hogy még életben van? Életben van és úszik! Még Szenedzsaj nem talált el a hajómat. Nézzétek, ismét kisütött a nap! A legjobb hálómat rá, hogy ez nem véletlen! Azt hallottam, Olaf két napja nem kapott húst. És ha éhes, akkor dühös. De rengeteg mésre van. Az a csávó ott a háttérben. Életben vagy, és egy darabban. Egy átázott darabban. Megtanítasz engem is repülni? Talán majd máskor? Sose láttam ilyen csodát életemben. Boom, villanás. A torony eltűnt és telezolant el az égből. És a vihar. El
eltűnt egy szemvillanás alatt. Nem mondtam, hogy épp Witcherre lenne szükségünk? Igazi szakértőre. És ha a szakértő munka megfelelő... És a szakértő munka megfelelő jutalommal jár. Nincs rá szükség. A mágus a toronyban fizetett. Thanks, but you need that coin a lot more than I do. Nem csak ügyes, de nemes lelkű is. Inga? Mi az? Egy mágus találtam a toronyban. Ő is nagyon szerette volna elvinni innen. Bőkezően megjutalmazott a segítségemért. Ha így van, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük. Ha megint erre vetődnél, nézz be. Tárt karokkal várunk. Köszönöm. Még veled. Várj, Witcher, találkoztál esetleg a bátyámmal odabent? Húrna neve. A druidával és néhány legényel ment be. Tetszik ez a kamera. Tetszett ez a kamera, hogy így sétált el Geralt. Ilyen közelről. Azt nézem, hogy jön utánunk valaki, megkérdezi, hogy éle a bátyja, ha elmondjuk neki az igazat, szomorú lesz, ha hazudunk, akkor meg reménykedni fog, mindegy, hogy mi van, XP-t kapunk. Megtaláltam a barátaidat, mind meghaltak. I found your friends. Sajnálom. All dead, unfortunately. Sorry. Told him not to go, but he wanted glory. Mondtam, hogy ne menjen, de ő dicsőséget akart. Menjünk az anyjal. Nem érdemes itt átsorogni. Még veled, Witcher. Kösz még egyszer a segítséget. Szóval itt vannak a... Itt vannak valakik? Jó nagy ez a kikötő élőlény. Na nézzünk, még a vízbe is beesek. Még egy küldi pipa. Most jött az Iron Maiden. Ismerem a fajtádat. Sok éve ismerem Jönt, ha belegondolok, ha a kudarcot vallott az út próbáján, erre nem számítottam. Bjorn a megszállott csásikig becsületes. Biztosan nem akarna szégyenben élni, attól félek, végez magával. Csavargó! Szeretném, kihallgattam a beszélgetéseket. Mi ez az út próbája? Egy nagyon ősi Anskerigi hagyomány. A fiatal férfiaknak teljesíteniük kell az utat. Csak azután lehet belőlük igazi harcos. Vingunár mindent el tud mondani neked, amit tudni akarsz. A harcosok útjáról. Ő vezeti a rituálét. Az Adeklovi sírnál. Beszélj a férfi valaki az út próbáját felügyeli. Szerintem ez lesz a küldünk. Nem ez az a küld, nem, ez más küldünk. Ez a Path of Warriors. Jó. Aha, azt mondja, hogy ez csak a tornyos küldetés után lesz elérhető. Na. Torony a semmiből, valami ilyesmi volt amúgy a küldénknek a neve. Nem? Az jó. Mi volt a küldénk neve, srácok?
Semmibe jött arany. Köszi szépen. Köszi, köszi, ez az. Igen. A tornyot előre sejthető módon mágia óvta. Egész pontosan defenzív regulációs mágia. Egy misztikus eszköz, amely a torony eredeti gazdáját kivéve mindenkit ellenségként kezelt. Ezért lett Szigó Bunc a kovéri mágus, aki árverésen jutott a toronyhoz, Fokoly új ingatlan a celláinak egyikében. Az épület próbálta bebörtönözni Geráltot is, de egy kellőképp elszánt Witcher félkézzel is elbír egy mágikus extrákkal megparkolt toronnyal. Szigó utasításait követve rábukkant a könyvtárba Gottfried omnipotens grimoáriára, és a benne foglalt titkok, meg a házigazda mágus segítségével sikeresen kiiktatta a torony védelmi rendszerét. Szigó túláradó boldogságában gazdagon, legalábbis remélem, a Witcher sose részletezte, megjutalmazta kiszabadítóját, és egy szemvillantás alatt visszajutatta a faluba, ahol az egész kezdődött. Jó, nem pont a faluba, hanem az öble vizébe. Aztán tornyostól odébb állt. Eltűnésekor egyszeriben elült a vihar, csak a pocsolyák fodrozódtak az enyém felhős, amúgy derült ég alatt. Az összeverődött falusiak örömére nem ismert határt. Geráltot valósággal elhalmozták köszönet nyilvánításokkal. És amit most csinálunk, az pedig a harcosok útja. Skellige tartózkodása során Geralt hírét vette a harcosok útjának. Ezen az akadályokban bővelkedő úton a helyi hagyomány szerint minden magára adó harcosnak végig kell mennie egyszer. Geralt tudta, hogy ha leküzdi a hírhetten nehéz akadálypályát, becsülést szerez nevének szerte a szigeten. Szigeteken. És az Iron Maiden az nem is itt kezdődik. Ha keresetem az Iron Maiden questet, az nem is itt kezdődik. Na szép. Mondhatom, na szép. Jól van, akkor csináljuk. Az Ironba, mi az? Iron Maiden. Az Iron Maiden az nem ezen a szigeten van. Ösvény. Ez az Ingvar agyanára, Anskellig büszkeségére vezető hegyi ösvény kezdete. Egy harcos két pengével. Egy is bőven elég annak, aki tudja, hogy hogyan kell harcolni. Mondja Gunnar. Szia, Nightingale. El se hiszem, hogy élőben is ide érek egyszer. Hát, látod? Nem ismerlek téged, te sem ismersz engem. Tehát mi a problémád? Ezek a szigetek egykor csak a mieink voltak. Egyetlen külhoni sem mert itt partra szállni, és ha mégis megtették, nem tértek haza. Azok voltak a szép idők. Nyilvánvalóan nem azoknak, akik elég barát szerencsések ahhoz, hogy itt lépjenek partra. Te vagy Gunnar? Végig akarok menni a harcosok útján. Soha nem mertem még megpróbálni külhoni, de megmondtad az életet csak rajtam. Mit kell tennem? Az útnak két ága van, az egyik a hegycsúcsok közé vezet, a másik a földgyomrába. Járd be mindkettőt és bebizonyítottad rátermettségedet. Üdvözlök közben mindenkinek, srácok. A hegyi ösvény, mesélj arról! A csúcson egy karmazsin szín kendő találsz, hozd el azt, hogy bizonyítsd, a végére értél. Nem az is nagy kihívásnak, nyilvánvaló, hogy nem sok időt töltöttél a hegyeink között. A föld alá vívő ösvényről szeretnék hallani. Ez valamiféle barlang?
Biza, de a bevezető folyosók el vannak árasztva, a szárazföldiek közül még senki sem úszta át. Ifjúkortól kell gyakorolni, rengeteg gyöngyhalászattal. Azt majd meglátjuk. Mi van még? A palang végében meglepetés vár. Vedd el onnan, amit találsz, és hozd el nekem. Meglepetés? Miféle meglepetés? Meglátod már, ha eljutsz a végéig. Már a hárpiák nem kapnak el. Megpróbálom. Nem csak ülölni, ostoba is. Nos, ezt nem lehet gyógyítani. Húzd fel a hegyre, szerezd meg a karmazsinkádat, aztán menj a barlanghoz, aminek a végébe találsz valamit, amiről nem beszélek. Menj hát, mutasd meg a világnak, mennyit érsz. Aztán beszélgetős fotóban, amiről arról beszélsz, hogy kevés embernek streamez. Nem az a gondom, hogy kevés embernek streamelek, hanem hogy kevés ember interaktál. Ami 6 éve máshogy volt. Még a PUBG-s korszak előtt. Szóval, hogy ezt a dolgot nem a Covid-nak tudom be. Mint ahogy azt sokan mondják. A szimplán az embereket már más érdekli. Már nem hype a játszós streamek nézése. Azokon nem tudok feljebb menni. Hát hogy így nem tudok harcolni a szirénekkel. De egyébként örülök, hogy a WoW csatornán tovább követitek a dolgokat. Ez szörnyű. Ezt nem tudom, miért kellett így kitalálni. Amúgy le kéne őket vadásznom. Csak nem tudom, így nincs. Jó, én meghalt. És akkor még van egy. Harminc felel kevesebbet kommentel az ember? Azt mondjátok. Ja, ez egy sok összetevős dolog. Ez egy sok összetevős dolog. De... mondhatni, ez legyen a legnagyobb problémám. A támogatásaitokat ugyanúgy élvezem, szóval... csak arra próbáltam célozni, hogy néha olyan, mint hogyha magamnak beszélnék. Ez tök menő ez a küldi amúgy. Ez a harcosok útja. Tetszik. Nem tudom amúgy mi újság lehet a fiataloknál.
egyébként. Ide jelzi egyébként, hogy itt van valami Witcher loot. Fiatalok már csak titokat néznek. Hát... nem tudom amúgy. Én burokban élek. Nem tudom, hogy mit csinálnak a fiatalok. Gözöm sincs. Jó, először azt mondták, hogy lefele kell menni, úgyhogy nem. Itt az ajtó, amin bejöttünk. Hova lehet felvésve, hogy Witcher loot van itt? Itt. Na, kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek, hogy mit mondanak. Unokatesóid. Éles. Majd nekem is lesz lehetőségem unokatesom fiával beszélni. Meglepetésemre, képzeljétek, néha ilyen családi eseményeken találkoztunk. És... meghívott a ballagására. Annyit tudok, hogy unokatesó még gyerekei néha-néha Fortnite-oznak. És amikor mondtam, hogy én Siege-ezek, még nem Fortnite-oztak, akkor mondták, hogy ja, tudják mi az, de az őket annyira nem mozgatja meg. Úgyhogy majd én is tudok. Úgymond fiatalokkal beszélni. Ja, hát figyelj, nem izé, tehát hogy nem egy kötelező dolog eszem ez, az írás. Ez csak egy fajta plusz. Amiben ugye több a stream a bottól. Ujj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 
hely. Pedig nincs itt semmi. Fehér hajú a halálba indul. Külhoni nem képes végigmenni a harcosok útján. Jó. Sajnálom... Ó, basszus. Szóval kíváncsi leszek, hogy majd hol lehet az a loot. Azt nem tudom, hogy mi az a küldetés, ami itt van. Medveiskola felszerelése. Ki a ó, hát akkor én biztos, hogy jártam itt, hiszen a medveszetet megszereztem. De nekem ez a hely abszolút nem rémli. A hárpia miért nem kap full damage-et? A Ruined King LOL RPG játéka játszottál, és tervezed kipróbálni az új Silas játékot, ha kijön? Nem játszottam, és lehet majd kipróbáljuk a... Jézusom! Szóval, hogy érdekelnek a Riot Games játékai. Főleg mivel bizakodóan őket tartom az új Blizzardnak, így minőségügyileg.
Úgyhogy bizakodó vagyok, és a szinkron sarkosok csinálják, igaz nem a szinkron, de a fordítását a valamelyik játéknak, valamelyik lolos game-nek, valamelyik Riot Games-es játéknak, és hogyha az elkészül, akkor majd megcsekkolom. Én néha beszélek a VOD-hoz is. Place of Power. A Ruined Game-et azért bírtam, mert felülnézetes Diablo félem. A harc meg ilyen turn-based RPG. Az klassz. Az ügyesség próbáján elnyert érem. Ajajaj. Barlang bejárat. Aj, jó, menjünk. Azt sajnálom, hogy az Arkane-nek csak később lesz folytatása. Azt mondták, hogy nem számítottak ekkora sikára. Mivel már mondtad, hogy egyetlen achievement van hátra, bátorkodom beírni, hogy én itt szereztem meg a hegyről lecsúszós achievementet. Igen? Mi annak az achievementnek a neve? Már lehet, hogy már megvan. Csatold fel a lécet, tesó, csúsz le egy lejtőn megszakítás nélkül legalább 10 másodpercig. Csatold fel a lécet, tesó. Megvan. Akkor jó. 2016. június 14. 0 óra 29. Haladj végig az alagúton és szerezz bizonyítékot, hogy valóban eljutottál a végéig. Csatold fel a lécet, tesó. Ja, hát hogyha amúgy ez egy achievement run lenne. Csíj basszus. Ha még arra is kéne figyelnem így a 100%-olás mellett. Lehet, hogy ide potival kéne bejönni amúgy. Szóval olyan Riot Games-es játékok azok érdekelnek. Shit. Old man warned me not to service before the end. No wonder. Azt mondta, hogy figyelmeztetett az öreg, hogy ne jöjjek fel hamarabb. Ja, ilyen gagyi gargoylék, hát most ez mi baj lesz, Geralt? Csak ilyen gagyi gargoylék. Levegőért, akkor elkapták. Hát minek jött fel?
minek jött fel, aki nem bírja, ugye? Geralt, halló? A Witcher jelek. Azt néztük. És ezzel a csúszással, amit én most itt csináltam, ezzel akkor meg lehetett csinálni úgy küszködés nélkül az a 10 másodpercig csúszást, mert akkor nagy valószínűséggel én is ennél a küldinél csináltam meg amúgy. Parfüm Collector. Mert az biztos, hogy annól én nem hajtottam az acsikat. Ja, bár csak látnám, hogy mi van. Látszok, innom kell egyet, nem látok semmit. Ja, akkor nekem is ezzel lett meg. Patkányok, igazán kellemes hely. Nem jó. Fölfele indultam el. Most már lehet fölfele menni. Nem tudom, miért nem jelezte, hogy feliratkoztam újra, na mindegy, nem is ez a lényeg. Hogyha a Prime-mal csináltad, akkor a Prime-nál van egy beállítás, hogy nem osztja meg. Az account beállításainál van egy olyan, hogy ne ossza meg a Prime-os feliratkozást. Érd el az alagút végét. Ó. Hát elértük, nem? De egyébként nagyon szépen köszönöm, Nightingale. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Jó, igazából meg vagyunk. Nem tudom, miért nem vette be. Néztem, nekem is megvan a csatolt fel a lécet, pedig tuti nem figyelek ilyenekre. Na akkor te is valószínűleg ezt megcsináltad, Szemenz. Azt mondják, ez itt nagyon fickós. Imádom ezeket a slow-mo kivégzéseket. Még tovább kell úszni? Az helyzet, hogy én nem... Hát, hogy én nem nagyon látok ott semmit. Tehát, hogy megvan a loot. Nem? Szerintem megvan. Most én megnézem. Amúgy ezt a küldit, hogy máshogy csinálja meg, de hogy így szerintem nálam bebugolt. Mert hogy ott vagyok azon a ponton, ahol azt mondja, hogy érd el az alagút végét, de hát elértem. Csak valószínűleg mivel előbb mentem föl,
mint hogy kivettem volna a ládából a lootot, ezért gondolom az, hogy ez így bevágolhatott. The Path of Warriors. Ez ennyi volt? Akkor jó. Megnézem amúgy, hogy ez írtak-e valamit. Azt hiszem nem. Ja, nem írtak semmit. Ó, oh, hogy ez egy Heart of Stone-os achievement. A csatolt fel a lécet tesó. Ha kilútoltad, akkor vége, és mehetsz fel. Ennyi. Ja, ez ennyi. Köszi szépen amúgy. Nincs kedvem harcolni. Csatolt fel a lécet, tesó. Nem harcolunk. Na, eszeg. Így a játék vége fele 8 rejtett acsi maradt és 18, amiből tuti nem lesz meg mind. Most ez fog menni az én fejembe és ott csatolt fel a létszetes. Menj már innen kisgyerek! Na. Ugri bugri, hopp! Miért ugrad Geralt? Van valami híred? A próba egyáltalán nem volt annyira nehéz, mint amennyire elfestetted. Tessék, azt hiszem, ennyit kellett összegyűjtenem. Az első külhonér, ki kiárja a próbát. Elismerés a méltó teljesítmény. Srácok, Knight Ingernek mehet amúgy egy pergetés, ha már feliratkozott, csak mi nem láttuk, nem mutatta a megosztást. Nyugodtan. Köszi szépen. Azzal leszek, hogy tetted híre eljusson mind az öt szigetre. A harcosok útja. Na nézzük. A harcosok útja. A Witcher leküzdötte az összes akadályt és sikeresen eljutott az út végéig. Onnan kezdve a legbüszkébb Skellige harcosok is tisztelettel néztek rám. Köszi Géles, köszi Parfum Collector. Szevasz, Misi. Roham kesztyű. Na. Itt van egy küldi. A medveiskola felszerelések. Hát ezt meg kell, hogy csináljuk. A Tuir-Seak klán várának romjait fogjuk most átnézni. És ahhoz erre kell mennünk. Persze lehetett volna a másik irányból is menni, de én erre akartam. Attól tartottam, hogy a barlangok azok ott fognak kezdődni, ahol ugye lemegyünk. De hát nem ott kezdődtek. Szóval érdekes info. De hogy az az achievement, amit mondott Parfum Collector, a csatolt fel a lécet tesó, az Heart of Stone-os. Ujjjj.
Gyere, mi bérc? Vörös Torgier legendája. Holga, dalt hadd zengek néked, a bátorsig az járlól, kinek rajongott népe. Barátnak áldás volt, az ellennek átok, messze nagy hajója, léket sose látott. Torgeir volt ő, Tuir Seak klán ura. A szigetek vizeit csak hamar kinőtte, portjára indult hát, mint olyan sokan előtte. Alba szikrázó tajtékán messze vitte vére, az aranyfalú várost alig hogy elérte. Már is lerombolt a kincsek garmadáját szerezvén magának, s megrázván falait császár csarnokának. De Nilfgaard az álnokság módját jól ismeri, hogy gyilkos tőrinek se száma, se szeri. Nilfgaard aranyától megbátorodottan, a gazok a jár hazáig követtek legottan. Vára körülkerítetvén ő állta a harcot, Nilfdémon sisakra vérből festve arcot. De aranysájnokság maradt még ott bőven, fal után dölt le katapulttól lőtten. A jár hatalmas erődje ekép lerontatott, tengernyi törmelék alatt hevert sok dicső halott. Közülük egy párat hadd nevezzek nevén, Tore a Dovrevi kóbor, Sigvard a szunnyadós, Vichergerd a testőrök közt való. Gerd Vicser. Nagyon tetszik, hogy ezt így megcsinálták amúgy. Na, húzd meg. Ó, hogy így nyílnak. Szia, Liderc! A várbörtön, ugye? Jó, azt majd kipróbáljuk. Az lesz az utolsó. Nappal csillag. Hát... Nagy valószínűséggel oda kell lemenni. Ujj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 
Hogy járták. Bízom benne, hogy erre kell először mennünk, és nem. De ezt azért meggyújtjuk.
Gerd Witcher balladája és a Thorgeir klán krónikája. Igas bátor fő halált, sose félő. Gerd volt ő a Witcher, én róla mesélő. Üldözte az ellen, szándékára aljas, álckerigen néki nem volt nyugodalmas. Érkezett partjára a bús bánat közepette, sárkány szél az égen. Jössz-te, Witcher, jössz-te? Jókardjára a hős Gerd keményen ráfogván, megvívott a gyíkkal, a görbe hegyó ormán. Mosolya nem hervadt, csak állott felette, midőn a bestia lelkét kilehelte. De az ádáz ellen nyomát megtalálta, sarkába lihegett, vesztét úgy kívánta. Éjjel rontottak rá, homály volt a pajzsuk, megbánták csak hamar, Gerd erőt vett rajtuk. Nem kíméltott senkit büntető keze, Witcher tiszta, hogy bestiák életét elvegye. Gerd ezüst kardja nem tért hüvelyébe, míg Tuir Shah sok szirénye le nem nyírta véle. Annak után Meluzine ballangjába térül, ott is teljesül be sorsa legvégül. Thorgeirjál visszatér, s büszkén így kiállta, szerencsés az ember, kinek van barátja? S büszke a jár, kihonált hátrahagyván tudja, a Witcher maradt hátul, s menté uradalmát végső pusztulástól. Nagy volt az öröm a várban, mikor egy vándorló szörny pusztító, a Witcher Gerd megjelent. Thorgeir jár ki a csata testvére Ingmar halála óta eltelt hónapokban, kettelens, komor volt, egyszerre felderült az arca. A jár és a Witcher hamar hangot talált egymással, nem sokkal utóbb már együtt vadásztak és mulatoztak. Az ilyen alkalmakkor pedig se nevetésben, se csínyekben nem volt hiány. Ezután Thorgeir jár beszélt Gerdnek a förtelmes strigáról, ami bevette magát Ethnir romjai közé, s jelenlétével szennyezte be a büszke várat, mely fénykorában Arthskellige északi részét vigyázta. A jár panasza megindította a Witchert, aki bejelentette, hogy elírtja onnét a nevezett bestiát. Gerd Witcher azonban lelkiismeretes és őszinte iparos lévén azt is elmondta, hogy előbb egy másik megbízásnak kell eleget tennie. Egy speakerugi... Balnak sziréneinek elírtásával. A jár pedig átadta Gerdnek az erszényt, és Orkfia Olvent rendelte mellé kalauzul, hogy biztonságban Speakerugig juttassa. Elfelejtettem úgy, hogy kell mondani. És ha kell, mellette harcoljon a szirének ellen. A hála telt szívű Gerd egy páncélt elrajzát bízta a járra, amit régóta őrzött és legbecsesebb kincseként tartott a számon, hogy az visszatértéig a megbízás végrehajtásának záloga legyen. Úgyhogy most már le tudjuk craftolni a medveszetet. Szia, Huyai. Ez olyan szabad vers volt. Az nem tudom milyen, de nekem nagyon tetszett szem ez. Ez a vers. Ilyen kedves. Na.
Jó. Hatásbeli kötöttségét pusztán a sorképzés jelenti, a sorok belső szerkezete viszonylag szabad. Értem. Jaja, lassan vége lesz Kerigének, igen. Szia! Jaj ne! Medallion's humming. Place of power. Place of power. Speakerug. Na nézzük! Nézzük! Elvileg... Most ha oda lemegyünk... Igen... Oda lemegyünk, igen, és akkor Speakerug az így... Mármint, hogy nem is Speakerug, ez nem tudom milyen sziget, de hogy Anskellig, ez az Anskellig, ha minden igaz. Ide megyünk, és akkor ez a terület kész lesz. That's it, Roach. Let's go! Én is azt mondom, keszeg. Sajnos... nem fogunk tudni minden mellékküldetést megcsinálni, és minden kérdőjelet eltüntetni a mai napon. Bármennyire is szeretném. Nagyon király lenne, de... Hát ez úgy néz ki, máskorra marad. Hát vagy egyiket, vagy másikat kell, sőt a kérdőjeleket tudom biztosan vállalni. Na gyere! Noob szirén. Gyere. Rakom el jegyzék. 4 hordó sósering, 8 hordó ivóvíz, 3 hordó vodka, 5 hordó bálnazsír. 4 kötek prémi és 8 gerezna. Egy kincses láda vegyes tartalommal, 1000 nilfgaardi forint értékében. A láda le van pecsételve. Ha kézbesítéskor sérültnek találtatik a fuvarért, nem jár fizetség. Nilfgaardi kincs. Széri után kutatva a világban Geralt egy alig olvasható írásra bukkant, ami valami titokzatos kincsöltet említést.
A Witcher úgy döntött, alaposan utána jár a dolognak. Jó. Ott van. Nilfgaardi erők különleges jelvénye. Az amit lehet vajon csinálni? Na, az Anskelligi kérdőjelek ezáltal mind felfedve. Farkas kölyök. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Sajnos valamiért nincsen értesítés. Lehet, hogy a Windows frissítésnek van köze hozzá. De nagyon-nagyon szépen köszönöm a 20 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Köszi szépen a Tier 2-es támogatást. Köszi. Srácok, peregjenek a szvegek. Peregjenek a szegek parkaskölyöknek. Mi újság? Hogy mint arra felé? Hogy megy még a füles? Slower. Nem tudtam hova tenni néha, hogy mi volt a koncepció az ilyen kérdőjelek esetén, amik ugyan adnak questet, de gyakorlatilag csak arrébb kell menni 50 métert. Hát ez ilyen kincskeresés, ez ilyen egyszerű kincskeresés. Szemensz. Orka, hát jó szórakozást, köszi szépen amúgy a kedves szavakat. Ösztönei nem vezették félre. Geralt megtalálta az elsüllyedt hajót és benne az értékes tárgyakkal teli ládát. Nem baj, nincs hang, én akkor is itt vagyok. Épp lebetegedtem, szóval most pihenő időszak van. A füles meg jól üzem, mert csak két napja a mikrofon része úgy gondolta, hogy megadja magát. Ó, azt sajnálom. És természetesen egyben jobbulást is. Mi hamarabbi gyógyulást. Hidden in the depths. Van egy ilyen küldünk. Aha. Köszi szépen, Borka, még egyszer. Ez ilyen szívet melengedtető megnyilvánulás volt. Na. Mondom nektek, hány küldetés van. Skelligén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ez a vége, ez meg már ilyen gventes, lovas, verekedős, kincskeresős, szóval olyan nagyjából ilyen 10 küldetés van, úgyhogy nagyon jól állunk. Nagyon jól állunk. Ja, ezek vannak még itt. Ja, és hát igen, ott jól látom, hogy azt írta, hogy Kaer Morhen. Velen és Kaer Morhen. Ja, hát akkor azokat amúgy se tudnánk megcsinálni. És ezeket miért nem csináltuk még meg? Ja, mert hogy azok másik oldalon vannak. Szia, Coolers! Megjött, akit már mindenki várt, akinek milliónyi platinája van, akit milliók követnek tolsága miatt, akinek a viccei könnyeket fakkasztanak, aki... ...nek kétszer vették ki a manduláját. Micsoda? Az igen, Kulász. Micsoda a beköszönés. Szevasz. Haló, haló. Na. Csak hogy hű legyek magamhoz. Srácok. Fogunk egy hajót és körbe megyünk itt.
Hát most kérdőjeleket csinálunk. Mert mondtam, hogy majd eltüntetjük ezeket. Izuku Lars, mi lesz a mai terv? Greetings. Looking to buy? So long. Santa olyan hosszú. Na, bejelöljük, srácok, az első kérdőjelet. Aztán megyünk tovább. Nem néztem amúgy, ez mennyi kérdőjel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó. Csapok egy kis lövöldét, nyomni kéne a rendedet, nem szabad lemaradni a szegbolyjal sem. Jaj, szegboly is egy olyan dolog a listámon, hogy így nagyon szívesen csapatnám. Aha. Már csak a jobb alsó sziget van hátra. És a fő sziget az Arckelig. Így van. Jól figyelsz, Tyrex. Persze, Coolers múltkor is hívtalak fortizni, azt itt se voltál már. Na most már csak 8 kérdőjel. Jaj, tolatás inkább. Jó, most már jók vagyunk. Na, minden esetre jó gémelést, Kulász. Azt mondja, hogy... Ujjói, nagyon akarnak minket. Csempészek, rejtek el. Megjöttünk. Kiszállás. Jó. Életes. Csumi! Árckeligen már csak főküldi van? Nem. Főküldi már nincs is Skelligén. A főküldi az velem beküld minket a báró várába. Most a koronázás van, vagy mi? Királyi húzás. Tehát ez az uralkodó választás, a ceremónia ilyenek. Szép mentés, Kulász. Szóval az a tervem most, hogy most már csak 7 kérdőjel van. Az a tervem, hogy ezeket a kérdőjeleket gyorsan feltakarítjuk, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor megyünk a jobb alsó szigetre.
Természetesen amennyi időnk marad. Erre így a mai nap folyamán. Na, már most látom, hogy hova kell mennünk. Ott annak a szirének. Marad a taliga, marad a taliga. Megjöttünk, megjöttünk, Gerált, 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 jó. Úgy megyünk, mint a professzorok, srácok. Most akkor lement a víz alá, vagy most hol van? Ja, ő az, aki bebágolt. Jól van. Kapsz egy ilyen ilyet. Kapsz egy ilyet is. Mondom, egy ilyet. Ja, és kapsz egy tüzet is. Csumi! Jó, annyit kell néznünk, tehát most már csak 6 kérdőjel van. Itt a kövi. Nincs messze. Na, megint bebug volt. Na, megteltünk. De hát ez nem baj. Nem baj, ha megtelt a Witcher, ez azt jelenti, hogy nagyon sok pénzre tesz szert. Ussz és evez, ussz és evez. Mondja a tigris a jégkorszakban. Hát, tehát ez nem sebzi. Akkor kapsz egy ilyet. És kapsz egy ilyet. Még egyet. Szia. Nézzük a kövit. Van némó nyomában volt? De. A tigris is mondott valamit. A jégkorszakban. De miért? Miért jönnek ide meghalni? És hogy áll amúgy a lakás, farkaskölyök? Látod már a végét?
Szép egy valami, nem? Ha még négy. A tigris az mindig egy jellemi, sőt jellemi is. A tigris az egy. Ja. Ja, hogy most azt mondod, amit a tigris mondod. Tarka barka nyalka farka bam 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 bam. Gyorsan, gyorsan, gyorsan le onnan. Szia, nem a vízbe vagyok, haha. Nagyon jó. Bam, bam, bam. Ők akarták a halált, és nem én. Csak a konyhában átra festeni kell járólapozni, az előszobát megtapítázni és új konyhabótort csinálni, aha. Hoppácska. Az már tényleg a vége, mi most épp kerítést építünk. Én azt hittem, ti panelba laktok, Szemenz. Bár hát oda is lehet kerítést építeni. Én legyek már az, aki megmondja, hogy mit lehet a panelba és mit nem. Sons of the Forest-nak átáll neki? Kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz majd hozzá. Úgy hallottam, elég hiányos így early be a játék. Rere Neutron. Anyukámnál tesszük. Aha, jó kifogás, Szemenz, jó kifogás, átlátok rajtad. Eddig nem olyan rossz, elvileg 7-8 nap és kap nagyobb frissítést, aha. Képzeljétek, így most nem kerültünk kombatba. Ez így nagyon vicces volt. Itt volt ez a folytólidérc, és nem kerültünk kombatba, mert hogy nem tudott engem megtámadni. Mert hogy fölötte voltam. Értem, tehát egy rónakő volt itt, meg fekete mágikus baba, vagy mi a manó, és ez volt a rejtett kincs. Oké. Na, most mi van? Mi van már? Mi van? Mi van, mi van? Srácok? Utolsó kérdőjelek jönnek. Fel vagytok erre készülve? Konkrétan kettő. Kettes darab kérdőjel. És végeztünk Skellige-vel. Te
tényleg azt tudom mondani, hogy ez nem is volt nagy dolog. Tehát, hogy így... Így, ahogy ilyen szépen elosztottam, meg se kottyant. Easy. Ez nagyon easy volt. Vagy csak már hozzászoktam az ilyen nyílt világú RPG-kat a teendőkhöz. Hogy ez így nem volt nagy dolog. Azért volt easy, mert profi vagy? Jó, most se az útcsó. Mi a meg eldumáltunk közben? Felkiált a játékok parancs. Ha itt van még a botom és nem aludtál, még itt van, nem aludtál, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy mikor, milyen játékkal játszottam. Vagy hogy éppen mennyit. Úgy már mondom őszintén, nem rémlik így névről. Száz lépés. Mari Bori. Én ezeket a kérdőjeleket egy csoportban szinte egymás után csináltam, meg úgy kicsit unalmasabb volt, de így, hogy felbontotta, tényleg nem tűnt soknak. Stop, itt sem vagyunk. Szerintem már lent van valaki a víz alatt, pedig lent vannak. Egy. Kettő. Három. Négy. Nice. Nekem úgy volt uncsi, hogy így amikor már így az utolsó dolgokat csináltam, amikor már így minden megvolt a játékban, minden küldi megvolt a játékban, és már csak ezek voltak hátra, ugye az előző végigjátszásnál, ezek a kérdőjelek, akkor volt uncsi. Na meg pár hajó tönkrement, és az elég nagy szívás. Ja, hát akkor, amikor először csináltam, nekem is szívás volt, de így abszolút nem zavar a dolog. Na tessék. Megvan minden kérdőjel, ami vizes kérdőjel. Semmi nem marad hátra. Ugye itt van három, amik így küldihez kötődnek. Küldi. Ugye ez a sziget, ami még így hátra van. Úgyhogy... Ez jön majd most. Szóval, hogy így, hogy már tudtam, hogy hogy kell bánni a hajóval, így nem volt vészes a dolog. Amikor jöttek támadni, azonnal gyorsan elengedni a rudat és harcolni, vagy vízzel elmenni. Sőt, leginkább vízzel elmenni. Hallottátok, a magányos Sven újabb versenyt nyert. Nekünk itt most az a fontos, hogy eladjuk a gírt, a sok cuccot, ami rajtunk van, ami nálunk van, és akkor utána nekiállhatunk küldizni.
Én a hajó gyorsító módot használtam kérdőjelek kigyomlálására. Ja, hát első alkalommal én is használtam az Over 9000-et, hogy ugye Short Gear-t elbírjak. Ott minden bajom volt, nem volt kényelmes. De most így nem zavart tényleg. Szerintem, ha tudod, hogy mi vár rád, akkor jól el tudod osztani. De rémisztő ez a sok kérdél, itt kell, igen. Na. Geralt azt szeretné, hogy megvett tőle a cuccost. Sons of the Forest? Nem. Az annyira nem. Gondoltam rá, hogy megnézem, de nem. Míves zsoldos sizma, ezek is azok. Az egyik viszont 25-ös. Az is, az 26-os, jó, akkor az marad. Nyomolvasó sizma. Ez itt árckerigi posztóvért, 22-es, az meg 24-es. Jó. Meg leszem a 70 000? Nem hiszem. Nem hiszem, srácok. Jaj. Take care now. Gyorsan eltesszük a cuccosokat, és hogyha megvagyunk, akkor megyünk visszaküldizni. Maugrim 21-es. 21-es Maugrim. Ez egy 12-es, úgyhogy már is kivettük. Ilyet a helyére a 21-es. Holtpenge 24-es. 16-os. Ez itt egy vérkard, egy 23-as vérkard. Ez egy 20-as. Ez egy 24-es Tirtohair penge. Ha jól látom, akkor az ott van. Jó, akkor az is jöhet. 24-es Hamuruna 26-os. Hűha. Az ez lehet. Aha, ez meg 19-es. Aztán nappal csillag 25-ös. Jó. Árckerigi posztóvértünk nincsen. Cidrai lovassági vértünk az van. 24-es, úgyhogy ami itt van nálunk, az marad. Kédveni posztóvért 20-as, nekünk 23-as van. Spike Rugi 25-ös. Ez 24-es. Ez egy 20-as, Blaviken-i. Az 24-es. Fejvadász posztóvért 24-es. 25-ös. Ennek a csizmák. 24-es nyomolvasó csizma. Hát ez csak 3-as volt. Mivel zsoldos csizma 26.
Nekünk 27-es van. Orgyilkos nadrág 27. Jó. Van 2 Nilfgaardi őrkesszünk, 27-es. 3 is van, basszus. 27, miért nem figyeltem? Nilfgaardi őrkesszű. Ja, mindig őrkesszű. Az is őrkesszű, meg az is. Jó. Többit meg el lehet adni, ugye? Orgyilkos kesztyűt néztük. Húha, ezt nem néztük, basszus. Így van. Hú, ne is emlékeztes, rendet kell majd raknom egyszer abba a ládába. Hát miért? Mi az, ami rendetlen? Vagy mi? Mi az, ami miatt nincs rend? Jesus! Farkaskölyöket, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen az 5 ajándékot. Köszi szépen, azt mondja, hogy World of Tanks 22-nek, a Vonatostolnak, Rizsinek, Sweetinek és Viktornak. Nagyon szépen köszönöm, farkaskölyök. Tessék szépen megpergetni a szövegeket. Jesus! You have returned! Na, ez a beszéd szemez. Amúgy közel állunk a 70 ezerhez, de... Ha átváltanám a pénzemet, akkor meg lenne. Akkor az nem kérdés, az úgy meg lenne. De tényleg nagyon közel állunk 70 ezerhez. Na, van hátra 20 percünk. Azt mondja, hogy... Oda mentünk, elsőnek. Köszi szépen, parfüm kollektor és szemez a pergetést. Még azok is tudnak pergetni, akik nem feliratkozók, srácok. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Kár, hogy este van. Mi kéne a vóna? Jaj, ne gyere közelebb, valami iszonyat meleg jön a kemencéből. Mi minden van a raktáron? Egy jó kis gvint van a raktáron, én úgy látom. Wouldn't mind a few rounds of Gwent. Na, Skoyat elek ellen nyomjuk. Az átláthatatlan köd az maradhat. Ciri! Ó, keszeg. Az igen, egy dandit rögtön leraktak. Ez kellemetlen. Ez
Ez is kellemetlen. Érci a kezedből, húz lapot. Sajnálatos, pakliból húzott lapot. Igen, passzolni fog amúgy. Sejtettem. Ez pont rosszul jött ki nekünk. Könnyen lehet, hogy ezt nem nyerjük meg, srácok. Van egy olyan tippem. Mondjuk most akár még jó is lehet. Jó, hát ilyen tízes lapokkal nem lehet jó. Aj, ezt nem azt kellett volna húzni. Felvette. Trükközik. Szevasz, Multi. Hát ez sajnos nem lesz győzelem. Ellenfelet passzolt. Wow. Jó. Akkor jó. Csak arra nem figyeltem, hogy nincs lapom. Igazából le kellett volna nulláznunk. De ha neki sincs lapja, akkor én nyertem. Na nézzük. Ne! Basszus, hát ezt súnyán benéztem. Franzva, le kellett volna venni a távolsági lapjainak az értékét, bár valószínűleg akkor se nyerünk. De azt benéztem. Nagyon rossz volt a kezünk. Jó, a mostani jobbnak tűnik. Nagyon jó. Oké, tehát a mostani kéz az elég erős. Van égetésem. Úgyhogy azt nyomja el nyugodtan erre. Bár nem tudja, mert hogy az enyém erő. Hogy hívják. Le kéne raknunk egy tízest, hogy ne adja fel gyorsan. Rakunk akkor még egy tízest. Jó. Most oda tudjuk tenni neki a kémet. Oha, nagyon jó. Add be. Fuk. Imádom ezt a plate.
Az a gond, ha most nem lépünk, akkor passzol. Igazából nem is baj, hogyha passzol, mert nem sok lapja van. Hát el kell engedni. Ezt lehet el kell engedni. Tudunk hozni 8-at, meg 7-et 15, az kevés. Nem, ezt elengedjük. Ezt elengedjük. 9 lapunk van neki, meg 4. Na, neki is van egy 10-es. Nekem is van egy. Ez most meg lesz. Pláne így. Okos volt ez a Memi. Itt van még egy égetése. Na, még egy égetés. Mondtam. Ja. Már nem hozott magával semmit. Ja. Hát igen, ez... Tehát, hogy 5 lap előnyöm volt, ez várható volt egyébként. Ez várható volt így. Na tessék. 40-et tudtunk lerakni neki, meg 0-ja lett. Jó, az a gond, hogy most tőle konkrétan annyit kapunk, hogy pénz, és ennyi, és örüljek. És sajnos már nem kapunk kártyát. Az a durva, hogy még, tehát, hogy még más jutalmat se ezen kívül. Köszi szépen, Multi. Köszi ilyen sebet. Iszol egy korsóval a végeztél? Na, kell nekünk a kocsmáros. Sós levegőtől igencsak megszomjazik az ember, igaz-e? Szomjazom egy kis játékra. Got a thirst for gambling myself. Cards, preferably Gwent. Én sem fog valószínűleg semmit adni. Na ide viszont. Ide viszont. A keszek biztos nem kell. Jézusom! Hát, ez így rippentyű szerintem. Ez így nagyon rippentyű. Amilyen jó volt az előző kéz, ez olyan rossz most. Let's go! Jól néz ki amúgy, jól néznek ki a szörnyes lapok. Tudja most mit rakjon le az ember? Ha éget, akkor ő megteheti, mert előnye származik. Elég fura lépések vannak eddig.
keresünk. Légy szia, kezedbe, apa. Olyat csinálunk, hogy ezt itt lerakjuk. Hopp! Na, Réci, tegyél rá! Nagyon jó. Igazából én ennek is örülök. Jó. Négy lapja van. Na nézzük, mit lép. Nyugodtan mondjad, Multi. Passzolt. A szíves. De... meg tudjuk oldani ezt azzal, hogy húzunk egy ilyet. Letesszük. És akkor már is megvan a győzelmünk. És maradtak a lapjaink. Mit húzzunk innen? Jó, húzzunk egy... Egy ilyet. Mit lép erre ő? Passzolj! Négy színe legyen állat perzselés. Ó, de... De nagy mázli. Ha utolsó lapja perzselés, akkor kapjuk halunk. Ó, basszus. 20 korona. És a nagy semmi. A kedvencem a nagy semmi. Konkrétan televerte a közelarci szekció szörnyeken, nézem, mondom, az igen, mindegyik lapja mellé hívott még 2-3-at, multi termesztő, fagy lerak, majd a villen, tretten, meret, égető sárkány, hús az egész közelarci szekcióján letakarítottam, majd álca és megcsináltam még egyszer. Az nekem is nagy kedvenc, azt én is élvezem a szörnyes pakli ellen. Hát most itt sajnos nem volt... kémlapom, úgy, ahogy ezt megcsináljam, ezt a manővert. Hogy ugye felhúzzuk vagy a fagyot, vagy a villán rettenetet. Ezt most itt sajnos nem tudtam összehozni, de amúgy ez tényleg nekem is nagy kedvenc. Na! Négy darab skelligi lap kell már csak a pakliban. Azt most már csak 5-4 percünk van. Hát ez szomorú. Jól van, köszi szépen, hogy itt voltál, Multi.
Szép napot neked, pám-pám. Jaj. Akkor is felmegyünk oda. Ja. Na várjunk csak. Azt gondolom. Bolond szuka, majdnem megölte. Kér bocsánatot. Szia Adria második, szia Zenz. Mi újság? Nem láttak korábban ellenfelé. Mi a neved? Hívjai Geralt. Én Yutan Andimon. Nincs férfi, aki jobb lenne a harcban nálam. Akkor megküzdesz velem? Hol is van? Tombstone, tomb. Iron Maiden, igen. Will you fight me? Veled? Legyőztem faról leghíresebb harcosait. Olyan dicső férfiakat, akiknek a nevét sem merem kiejteni. És ki ez a Riviai Geralt? Valaki, akit nem győztél le. Talán nem is vagy érdemes, hogy foglalkozzam veled. Mitél végez nagy tetteket? Nem hiszem, hogy hallottam volna. Milyen nagy tettekre gondolsz? Ha Witcher-nel kell harcoljak, ahhoz való kart kellene. Tengerfenekén nem messze a parttól fekszik szarvas hoskult hosszú hajójának roncsa. És a roncsban fekszik hoskult kardja, ami a legendák szerint nem csorbul ki soha. Hozzá nekem és harcolatunk. Jó, megpróbálom, hamarosan találkozunk. Csodálkoznék, ha így lenne. Ég veled. Vas szűz. Szóval... Ha, Yennefer-ről tud. Ó, és ez már a végén van. Üdvözöllek, fehér hajú. Ég veled. Out of my sight. No. No, hát ez elküld a fenébe. Semmi gond, srácok, felvettük a vasszűz küldetést, úgyhogy most már belevágtunk így a mellékküldetések. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát az ilyen mellékküldetésekből már csak 6 van, úgyhogy lassan Skellige-nek vége. És mint látjátok, a kérdőjelek eltűntek. Hát akár ezt így is lehetne nézni. De ott van még 3. A Fő-szigeten meg még 3. Pontosabban itt 4 van, mert hogy ott is van egy. De nagyon jól állunk. Skellige-nek tényleg lassan vége. Elképesztő, srácok. Arra még kíváncsi vagyok, hogy hanyadik stream óta vagyunk itt, vajon Skelligen? Talán az első a 28. volt, és most a 41-nél járunk. Így van. Az mondjuk komoly. 13 stream óta vagyunk itt Skelligen. Március 2-án kezdtük. Most április 13 van. Úgyhogy nagyon jól állunk az alapjátékkal. Ha ugye ezeket a mellékküldetéseket megcsináljuk, akkor kincskeresés még mindig van. És utána pedig már gyakorlatilag a játék endgame-je jön. Hogy mondjam nektek? Ha az jön, annak
Tehát akkor szomorú leszek, mert ez azt jelenti, hogy akkor az utolsó pillanatokat láthatjuk itt a játék ezen részének. Szerencsére még vannak Heart of Stone-os küldetések, tehát hogy azzal így még tudunk haladni, úgymond. És akkor még ott van a Blood and Wine is, de az már nem sok. Az már abszolút nem sok. A Blood and Wine gyakorlatilag olyan, mint hogyha eljönnénk Skellige-re. Ezt a fájtot nem csak egyszer lehet próbálni? Lehet, hogy rosszul emlékszem. Ez a fájt úgy van, hogy nem szabad megcsinálni, vagy nem tudom. Tehát, hogy tudunk harcolni. Tudunk harcolni. Tehát ez úgy van, hogyha már megtaláltuk a kardot, akkor tudunk vele harcolni, hogyha nem találtuk meg a kardot, akkor vissza kell vinnem, és akkor utána mehet. De itt van amúgy. Greetings, White. Gladly fight. Out of my sight. Úgyhogy ja, csak azt mondja, greetings, White. Glad. Out of. Úgyhogy eddig jutottunk ma, skacok. A kérdőjelek eltűntek. Ez volt a cél. A vízi kérdőjelek eltűntek. Mutatom nektek amúgy, hogy most hol tartunk. Az már nem is kérdés, jelenleg a karakterünk megelőzte az előző végigjátszás alapján. Tehát, hogy így az előző karakterünkben ennél kevesebb óra van. Köszi a figyelmet!